Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívást a mai sajtótájékoztatóra. Itt állunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium épülete elől, ahonnan érdekes hírek jelentek meg, amelynek kapcsán érdekes hírek jelentek meg. Úgy látszik, újabb korrupció ugyanúgy ügylet a kialakulóban, vagy hát már ki is alakult. Ennek részleteiről dr. Legény Zsolt, az MSZP Demokrácia Központjának vezetője tart a tájékoztatót. Parancsolj! Köszönöm szépen! Az MSZP Demokrácia Központja a mai nap folyamán feljelentést tett a nyomozóhatóságok felé a következőre. A Pelikán újságban jelent meg a hír, mely szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium még 2011. február 4-én kihirdette, hogy jogi tanácsadás nyújtása a közlekedési infrastruktúra területén PPP keretében megvalósuló projektek jogi szakmai átvilágítása munkát dr. Abai Péter és dr. Török Mónika Ilyen páros, férj és feleségről van szó, kapta meg 22 millió forintért. Továbbá 2011. augusztus 12-én a PPP keretében megvalósult közlekedési infrastruktúra projektekkel az M6, illetve M6 autópálya szakaszán összefüggésben jogi tanácsadás, képviseleti és okirat szerkesztési feladatok ellátására újabb megoldást adott számukra a minisztérium 17 millió forintért. Ez így összesen 30 millió forint. Mivel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, amint tudjuk, egy csúcsminisztérium, több száz köztisztviselővel van felvértezve, ezért nem nagyon értik ezt a dolgot. Ebben a minisztériumban nagyon komoly, nagyon felkészült szakemberek dolgoznak, akik között rengeteg jogász is van. Ők munkaköri feladataik ellátása során szinte nap mint nap találkoztak a PPP konstrukcióval, illetve a közlekedés fejlesztés előkészítését, kidolgozását, lebonyolítását, ők saját munkakörükben végzik. Ezek a kollégák a legnagyobb ismeretanyaggal, a legnagyobb rutinnal rendelkeznek ezen a területen. Ezen okból számukra eléggé furcsa vagy érthetetlen, hogy miért egy olyan külső és ügyvédi irodának kell megbízást tenni, mint egy 40 millió forint értékben közpénzből, amely saját honlapján úgy hirdeti magát, bolgári joggal, cégjoggal, közigazgatási joggal és sportjoggal foglalkozik, mondjuk úgy professzionális. Nem értjük, hogy miért közpénzből kellett ezeket a dolgokat ennek az ügyvédi irodának fizetni. Ebben a minisztériumban dolgozó kollégák, munkatársak, akik felkészültek jó szakemberek, munkakörű leírások folytán végzik el ezt a dolgot. Erre tekintettel tehát az MSZP Demokrácia Központja a mai nap folyán felkérte a nyomozóhatóságokat arra, hogy vizsgálják meg, hogy a szerződés kiírása, annak elbírálása jogszerű. A szerződésben megszületett feladatok arányban állnak-e a szerződési díjjal, illetve volt-e valós teljesítés az elvégzett munka arányában, és ez arányban által kifizetett díjjal. Külön érdekesség egyébként a dolognak, hogy az ügyben nem folytattak egyet a szerzést, és méghozzá az indoklás szerint azért, mert elhibázott lépés volt, hogy az előző MSZP-s kormányok kötelezővé tették a közbeszerzési eljárást a jogi szolgáltatásokra is, ez lassította és feleslegesen megnehezítette a közbeszerzést. Igen, jól halljuk és jól értjük, a minisztérium szerint a közbeszerzés az lassítja, illetőleg feleslegessé teszi a közpénz felhasználást. A számunkra teljességgel elfogadhatatlan ez a produkció mellett álló. Ezért a mai nap folyamán, amit ahogy nem említettem, feljelentést tettünk közülre. Köszönöm. Érdekes tehát a szituáció, de nem csak ezért, amiről dr. Legény Zsolt beszélt, hanem azért is, mert az említett ügyvéd úr egyébként korábban Orbán Viktor miniszterelnök úr évfolyamtársa volt az egyetemen. Nem tudjuk, hogy van-e összefüggés az ő évfolyamtársi mi volta és a megbízási szerződés megkötése között, de érdekes minden esetre ez a körülmény is, de ahogy már dr. Legény Zsolt említett, hogy közbeszerzési eljárás nélkül történt. Nem értik, hogy miért kell egy külső céget megbízni, hiszen felkészült köztisztviselők hada áll rendelkezésre a Fejlesztési Minisztériumban, így hát a feljelentést reméljük, hogy eredményre vezet, és a nyomozó hatóságok teszik a dolgukat, bár pedig reméljük, hogy teszik a dolgukat.